Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világgal? Hát olyan, olyan a világunk, mint ami se történt volna, nem? Karácsony mi se? Nem, tényleg olyan az emberek számára azt látni, mintha mi se történt volna. Éppen a fiam mondta, a kisebbik fiam mondta az ünnepek alatt, hogy majd pár hónap múlva meg majd szívják a fogukat, hogy elkötötték a pénzüket karácsonykor. Tehát tegnap voltam a naptárt venni, hát jövő évit, az Office Depotba, és az a Pólus Centerben van. Hát az Office Depotban nem nagyon sokan, nem sokan voltak, de a Pólus Centerben sokan, meg a Media Mart ott van mellette, az meg aztán dugig volt. Szóval elég érdekes, hogy az emberek valahogy mintha nem vennék észre, hogy, az ő, így van, hogy mi vár rájuk, hogy őnekik lesz nehezebb. Tehát egyszerűen azt látom, mintha ilyen, ilyen szemellenző lenne előttük, nem az oldalukon, hanem előttük, és mintha nem látnák azt, hogy mit tudom én, mi lesz 2-3 hónap múlva. Tehát érdekes az emberek gondolkodása. Tehát egy olyan világban vagyunk, ahol hát ugye én régóta mondom, hogy az kellene ahhoz, hogy az embereknek megnyíljon a tehát világosság nyíljon bennük, ugye a legtöbb embernek sajnos az kell, hogy komoly anyagi problémájuk legyen, és, akár olyan szinten, hogy kilátástalanná váljon az életük. És akkor ugye két megoldás van, mikor az embereknek kilátástalanná válik az életük. Az egyik az, hogy, olyan dolgokhoz fordulnak, ami kézzel nem fogható, ez a szellemvilág. A másik pedig, hogy aki nem fordul ilyenhez, az meg megy a levesbe, szó szerint. Tehát ez olyan, mint mikor beesik az ember a kútba, akkor vagy megpróbál onnan kimászni, de abból nem lehet egyedül kimászni a kútba, ez csak segítséggel lehet. Hát vagy, ugye az van, hogy, ott marad és meghal. Tehát ugye réges-régóta mondom, hogy az emberek úgy kb. 98-99%-a úgy válik szellemi emberré, félig meddig szellemi emberré. Tehát gondoljátok végig ennek alapján, hogy a Földön ugye egy változásnak kellene átmenni, egy szellemi fejlődésnek, egy lelki fejlődésnek kellene átmenni. Tehát gondoljátok végig, hogyha az emberek így maradnának, hogy most vannak. Mi lenne ebből a világból? Tehát mi lenne ebből a világból? Tehát most ne a politikusokat nézzük, az átlag embereket nézzétek. Nézzétek körül a környezetetekben. Tehát ugye az emberek többsége a révén ez a, bolygó hova felé haladna? Nem halad, mert nem engedik, hogy haladjon. Nem a hatalom nem engedi, hanem a fentiek nem engedik. De hova haladna? Gondoljátok végig. Tehát olyan, mintha ezen a bolygón elmebetegek gyülekezete lenne az emberiség. Szó szerint. Tehát mintha az lenne minden embernek fontos, hogy minél több pénz költsön, nem? Tehát azt gondolják, hogy a pénz az az Isten, vagy én nem tudom micsoda. Tehát persze egy olyan világban élünk, ahol jó, ha van pénz, tehát semmi gond nincs azzal, de, ami költekezést az emberek csinálnak, az valami hihetetlen. Tehát most gondold végig ezzel a fajta mentalitással, hova jutna az emberiség mondjuk 20 éven belül?
de akár 2035-ig hova jutna? Tehát próbáld már reálisan nézni. Tehát erre az emberiségre, maga a szellem, a gondolkodásunkra nem férne egy reform? Tehát a gondolkodásunkra férne egy reform? Gondold végig. Tehát ez borzadája, hogy az emberek gondolkodnak. Hogy semmi nem fontos nekik, csak az, hogy abba élvezkednek, hogyha pénzt költhetnek. Az az élvezetük, hogy pénzt költhetnek. Tehát az ember az abban élvezi ki magát, hogy pénzt költsön. Hát a legtöbb ember abban élvezi ki magát, hogy pénzt költsön. Gondoljátok végig. Tehát szó szerint, mint az egész nyugati társadalom, mert nem tudom, hogy milyen az egyéb társadalom, már ugye a nyugati társadalomhoz már azért sok mindent sikerült bevonni, ugye keleten is, ugye egy csomó embert sikerült ebbe a fajta működésbe bevonni, hogy minél több pénzt költsenek, akkor ugye délen is, ugye már az arabok révén, mióta ez az arab forradalmak megtörténtek, ugye bevonták őket, hogy ők is minél több pénzt költsenek. Tehát mondhatjuk azt, hogy már a bolygó jó részének az az egyetlen célja, hogy minél több, illetve az ember, a bolygó lévő embereknek az a célja, hogy minél több pénzt költsenek. És ez így nagyon világossá válik így karácsony környékén, ha megnézitek. És gondold végig, mit tudom én, mit csinálnak ilyenkor a bevásárlóközpontokban, nem az élelmiszer, hanem mondjuk a műszakiban, a médiumákban, mit csinálnak ott a tömegek? Érted? Azt mondták, viszik vissza a termékeket, akkor minek vették? Nem ők vették, ők kapták. Érted? De akkor is, ha kapták, akkor minek vették? Most tök mindegy, ki vette. Minek vették, ha most viszik vissza? Most gondoljátok végig, hát elmebetegség, komolyan mondom. Tehát az idő az egyetlen dolog, amit soha nem tudsz pótolni. Mindent tudsz pótolni, bármit elveszíthetsz. Jó, egy testrészedet elveszíted, azt nem feltétlenül tudod pótolni. De azon kívül bármit tudsz pótolni. Elveszted a pénzed, tudod pótolni. Elveszted a házat, tudod pótolni. Elveszted a párodat, azt is tudod pótolni. Mindent tudsz pótolni, mondom, a test részeidet azt nyilván nem, de még egyelőre, de gondold végig, az idő az egyetlen, amit nem tudsz pótolni, az idő az folyamatosan fogy, és egyszer csak elfogy. És ezt most miért mondom? Hát most azzal eltöltöttek időt, hogy vásároltak, órákat, érted? Hanem napokat. Most azzal eltöltenek időt, hogy visszaviszik. Megint órákat, napokat. Nincs értéke az idejüknek. Gondold végig. Hát én úgy utálok ilyen helyekre menni, azért, mert rabolja az időmet. Érted? Tehát gondold végig, hogy mi lenne ebbe a világgal, hogyha ez az emberiség így menne tovább? Mi lenne ezzel a világgal? Hova fajulna az emberi gondolkodás? Mert hogy az emberi gondolkodás az 50 évben csak visszafejlődött, ez hold biztos. Mióta én az eszemet tudom, egy tapottat nem lépett előre az emberi gondolkodás általánosan, hanem visszalépett, érted? Visszafejlődött. Sokkal normálisabb gondolkodású emberek voltak ezelőtt 50 évvel, mint manapság. Érted? Tehát egy olyan világot élünk, ahol az emberi gondolkodás tönkretesz mindent. Tehát gondoljátok végig, az milyen fogyasztás, hogy veszem, visszaviszem, de veszek olyan dolgokat, amire semmi szükségem, érted? És ugye az lesz belőle, hogy utána javarészt kidobják,
Hát most gondold végig, csak az élelmiszernek hány százalékát dobták ki most annak, amit karácsonyra vásárolnak az emberek, vagy fogják kidobni. Hát nekem egy etalon volt, hogy annak idején nem voltak bevásárló kocsik, bevásárló kosarak voltak, és egy kosárnyi cuccal hétvégére bevásároltál, érted? Most is vannak ugyanolyan méretű bevásárló kosarak, tudod, ez a kétfüles, amit így oldalra szét lehet. Tehát nem ez a mély, tudod, hanem az a ekkora az egész. Igen, piros vagy, régen még ilyen szürkés színű is volt, ilyen különböző színekben pompáztak, így van. És gyakorlatilag egy bevásárló kosárral hazamentünk egy hétvégére, érted? És jól laktunk belőle. És megvolt minden, nem volt éhezés. Érted? Most meg hát így megpupozva a bevásárlókosár. Jó, már annyira nem tudják pupozni, mert nem tudnak bizonyos termékekből többet venni, tudod. De gondold végig, azért mert nincs, meg nem, vagy nem lehet. Tehát gondold végig, és utána annak a terméknek a nagy részével mi lesz? Hát megy a kukába. Hát megy a kukába, mert lejár a szavatossága, vagy amúgy is megromlik. Érted? Tehát milyen herdálás van például ezen a téren? Itt van a fehér ember, mit tudom, 1/8 a bolygónak, úgy durván, és akkor több javat fogyasztunk éves szinten, mint az összes többi nép együttvéve, mi fehér emberek, érted? Tehát a többi faj. Tehát többet fogyasztunk, mint a 7-8-ad. És akkor itt van a karácsony, ugye, ajándékozás. Mit kéne ajándékozni talán? Szeretetet, nem? Nem azt kéne ajándékozni? Hát egy olyan világban élünk, én régen megértem, hogy ajándékozás volt, mert tényleg hiány volt, érted? És ha ajándékoztak valamit, akkor valami hasznosat ajándékoztak. Most meg haszontalant ajándékoznak, mert viszik vissza. Tehát egy olyan világban élünk, itt a nyugati társadalomban, hogy mindenki megvehet mindent, amire szüksége van, nem? És meg is vesznek. És akkor mit vásárolnak egymásnak? Milyen olyan dolgot, amire a másiknak szüksége van? Hát nem olyat vesznek, hanem egyel többet vesznek, érted? Tehát ami nem szükséglet, hanem a szükségleten felül van már. Tehát akkor mi a ménkünek ez? Minek? Tehát az ajándékozást meg lehetne úszni gyakorlatilag fillérekből, nem? Fillérekből. Hát amit tudom én, nem árt, hogyha mondjuk egy férfi ad egy nőnek mondjuk egy szál virágot, érted? Vagy hármat. Az nem olyan nagy probléma. De egyébként ugye a férfiak mit akarnak ajándékban? Semmit. Tehát a férfiakat nem is kell ajándékozni. Mit? Most veszel neki egy alsógatyát, vagy mit? Van neki, vagy veszel neki egy zoknit? Érted? Van neki zoknia, így van, hát mit veszel neki a férfinak? A nők legalább örülnek a virágnak, érted? Az ember vesz neki virágot, de azon kívül mit kéne még venni? Parfümöt? Minek? 14. parfümöt venni a feleségednek, vagy a párodnak? Minek? Érted? Jó bűnös. Szóval gondold végig, hogy ráadásul ugye viheted vissza ünnepek után, mert nem azt az illatot gondolta az asszony, amit vettél, persze. Szóval gondold végig, egy ilyen budjant világban, érted? Tehát 26-án már az emberek unják az egészet, karácsony másnapján, tényleg, már idáig vannak a kajával, szó szerint már enni sem nagyon akarnak, már unják az egészet, már mit csinálnak helyette, nézik a médiát, nyomkodják a telefonukat, érted? Ez a karácsony.
27-én végre azt mondják, na hála Istennek már, hogy elmúltak az ünnepek, érted? Ja, és na igen, kinyitottak a boltok, mehetünk vásárolni, hát szuper, érted? És ugye két napig az volt a bajuk, hogy nem voltak nyitva a boltok. És nem hittek a szemüknek, hogy miért nincs nyitva karácsonykor. Szóval egy elfuserált világban élünk. És az a helyzet, hogy az ember akkor látja ezt, amikor kezd ebből a világból, ugye egy másik világba, egy ilyen szellemi jellegű világba áttérni, érted? Ahol már az ember nem arra, tehát azt, hogy mi az életének az értelme, az elkezd megváltozni, és ezáltal elkezdi másként látni az embereket. Éppen beszélgettük itt a kezdés előtt, hogy azok a barátok, most nem az én barátaimról van szó, mert azok már rég nincsenek, de tényleg nincsenek, nekem már csak PPH-sak vannak. Azok a barátok, akik voltak még egy évvel ezelőtt, vagy pár hónappal ezelőtt, érted? Mielőtt idejött volna tanulni, vagy jöttek volna emberek tanulni, azok még barátok voltak, most meg szépen elmaradoznak. Mert az ember elkezd ránézni azokra az emberekre, és azt látja, hogy micsoda hülyeségekről beszélnek. Micsoda olyan dolgokról beszélnek, aminek az ég adta világon semmi értelme. Beszélünk a semmiről. Hát ez semmi értelme. Tehát ugye csináltam egy magyarázatot ezzel kapcsolatban, illetve mondtam egy magyarázatot, hát hogy működnek az emberek, akiknek nincs témájuk, milyen témájuk? Hát ugye milyennek kell lenni egy témának? Egy témának, ha két ember beszélget, olyannak kell lenni, amiből tudnak tanulni. Tehát a saját fejlődésüket, saját javukat szolgálja. Érted? Ha nem ilyen a téma, akkor tök felesleges beszélni. Na most, de ha bemész a baráti körbe, mire használják a barátok a barátokat? Tudod, mire használják? Nagyon egyszerű. Arra, mivel rossz állapotban vannak az emberek általánosan, a barátokat arra használják, hogy amikor bemegy egy baráti körbe, akkor elmeséljen dolgokat. Hogy a többiek figyeljenek rá. Ezáltal ő energiához jut, mert a többiek figyelme rá koncentrálódik. És akkor ezt csinálják, akkor másik is átveszi a szót, akkor a többi figyel rá, akkor éppen ő töltekezik, és akkor így, aki éppen kevésbé beszédes, az rosszul jár, érted? Szó szerint, mert tőle vesznek el a legtöbb energiát, mert rá a kutya se figyel, érted? Tehát, és erről szólnak a barátságok, erről, mert ugye azért érzi jól magát a baráti körbe, mert töltekezik a saját barátaiból, ezt úgy hívják, hogy energiavámpírság. Ezt tudjuk, hogy az embereknek egyik módja, hogy energiát szert tegyenek, hogy ha rájuk figyelnek az emberek, és akkor bemegy egy a baráti körbe, és a barátok ott figyelnek egymásra, illetve hát az, aki arra figyelnek, aki beszél. És ugye általában egy ilyen baráti körbe szokott lenni egy szóvivő, aki a legtöbbet beszél. Hát ő érzi magát a legjobban ebbe a társaságban, mert ráfigyelnek a legtöbben, és amikor ugye eljön abból a társaságból, ő érzi leginkább azt, hogy feltöltődött. És ezt figyeljétek meg a hagyományos baráti társaságokban, hogy pont így működik. Tehát amikor itt a PPA-ban például mi vezetők beszélgetünk egymással, tudod, meddig beszélgetünk? Addig, míg van olyan témák, amiből tudunk fejlődni, tanulni. És amikor elfogyott, abba hagyjuk a beszélgetést, és elköszönünk egymástól. És nem beszéljük meg a sportot, a politikát, nem beszéljük meg, hogy mi volt a tévében, milyen sorozatnak mi lesz a következő folytatása, vagy éppen mi volt,
Érted? Nem beszélünk ilyeneket. Ezeket a témákat, ezeket már mi rég túl vagyunk. Érted? Tehát addig beszélünk, ameddig van értelme a beszélgetésünknek, ezt figyeltem meg. De nem csak én figyeltem meg, hanem mások is. Vezetőkről van szó. Tehát én mikor azt látom, hogy emberek csak beszélnek olyan dolgokról, aminek semmi értelme, akkor azt csinálom, hogy leülök, és figyelek. Érted? Ezt csinálom. Nem szólok bele. Nem, mert attól levédem magam. Nekem nem. Tehát én tudom azt, hogy közben tanulmányozom az embereket, és ezáltal tőlem nem vesznek el semmilyen energiát. És én nem érzem rosszabbul magamat. Oké? Tehát ami azt jelenti, hogy a közben is, míg tanulmányozok valakit, tanulok. Azért tanulmányozás, mert tanul belőle az ember. Érted? És én ezt figyeljétek majd meg, ezt szoktam csinálni. Tehát aki szokott néha engem figyelgetni, hogy mit csinálok, akkor látja azt, hogy szoktam tanulmányozni őket, amikor nem akarok belefolyni a kommunikációba, és csak egyszerűen tanulmányozom. És ezáltal nekem nem lesz kevesebb energiám. Oké? Tehát én nem abból töltekezek, hogy figyelnek rám, hanem én töltöm az embereket, ez az óriási különbség. Tehát az az ember tudja tölteni az embereket, aki rendelkezik elég energiával. Világos ez? És ezt ugye hogy tudja elérni, hogy rendelkezzen elég energiával, ha van olyan célja, ami valamilyen nagyon jó érdekében történik, mondhatjuk azt, hogy a legnagyobb jó érdekében történik. Ha egy embernek vannak olyan céljai, illetve van olyan célja, ami a legnagyobb jó érdekében történik, akkor van elég energiája. Hogy ezt hogy kell megcsinálni, az itt tanultak tudják, a többiek meg akkor tanulják meg, ha itt tanulnak. Jó? Tehát ami annyit jelent, hogy mivel nekem mióta megkaptam azt, hogy nekem mi a küldetésem, hogy ezt az emberiséget, vagy az emberiségnek azon részét, amelyik erre hajlandó, azt a részét bevigyük az aranykorba, ezt én vállaltam, hogy ennek az élére állok, és bevigyük minél több embert az aranykorba, azóta nekem rendben van ez a dolog, érted? Nekem nincs olyan, hogy nincs energiám. Tehát nekem nincs olyan, hogy én fáradt vagyok. Érted? De nincs olyan. Persze elalszom, semmi gond nincs azzal, lefekszem és alszom, mert ugye pihentetni kell a szervezetet, de nem fáradok el. Érted? Sőt, az a bajom, hogy túl tudom feszíteni a testemet azáltal, hogy nem fáradok el. Érted? Meleg van? Akkor... Érted? Tehát, sőt, arra kell figyelnem, hogy ne feszítsem túl a testemet, érted? Mert egyszerűen nem fáradok el. Na most, hát itt van egy cél. Ugye ez egy olyan cél, amit ha elérünk, lesz további cél. Tehát ez csak egy állomás ez a cél. Az aranykor az az emberiség életében, sőt, nem is az emberiség, az emberek életében az egy állomás. Egy olyan állomás, ami a létező legjobb állomás. Főleg, ha megnézzük, akár mennyire visszamegyünk az emberiségre, erre az emberiség életére, ennél jobb állomás nem volt. Tehát az aranykor, az egy átmeneti korszak az ember lelkének a fejlődésében. A testünk az nem fejlődik, a
az 21 éves korig fejlődik, utána meg vissza, tehát onnantól elkezd visszafejlődni, ugye ebben tisztában vagyunk, 21 éves kortól, tehát lehet itt izmot fejleszteni vagy bármit, akkor is 21 éves kortól, igen, illetve már onnan, hogy megszületsz, öregedsz, de 21 éves kortól elindul a visszafejlődés. Jó, tehát ezért ugye ha megnézed, itt egyetlen egy fejlődés van, az az ember lelkének a fejlődése. Az nincs olyan, hogy az visszafejlődik, ha csak nem hűíted el magad. Ha elhűíted magad, akkor persze a lelked is visszafejlődik. Olyan szintre, hogy akár azt mondhatnám, hogy bánatossá válik, és ott sírdogál benned a lelked, érted? Tehát itt van egy átmeneti korszak, amely megoldaná ezt a sok baromságot itt a bolygón, ami van, de szó szerint. És főleg az a legnagyobb butaság, ami itt van, hogy az emberek mintha elfelejtették volna, hogy egy szuperintelligens gondolkodó lények, és gyakorlatilag az életük irányítását a saját kezükbe tudnák tartani. Ezt mintha elfelejtették volna. Tehát azon dolgozik a hatalom 4000 éve, hogy az embereknek ez ne jusson eszébe. Hogy szuperintelligens lények, és teljes egészében a kezükben tudják tartani az életük irányítását. És ha megnézed, a bolygón lévő összes emberi hatalom közül alig volt olyan, amelyik nem ezen dolgozott, hogy ezt elveszítse az ember. Ezt a tudatát. Érted? Hogy ő képes teljes egészében a saját életének az irányítására. És minden király, császár, kormány, akármi, érted? Azon dolgozott egy-két kivétellel, hogy az emberek elveszítsék azt a képességüket, hogy ők képesek önállóan lábon állni. Érted? És önállóan működni, úgyhogy nem kell nekik állandóan tanácsot adni. És ez minden területére az életében ez igaz. Mik ezek a területek, nézzük? Ja nem, azt kell nyomni, ezt kell nyomni. Itt van ez a 10 terület. Tehát itt vannak ezek a területek, és az ember ezeken a területeken képes lenne jól működni. Ha nem dolgoznának azon, hogy te ezeken a területeken béna legyél. Érted? Szó szerint. És mondom, minden király, minden császár, minden elnök, minden miniszterelnök, minden kormány egy-két kivétellel ezek között volt a 4000 év alatt, azon dolgozik, hogy te ne legyél önálló. Érted? Azon dolgozik. Miért? Azért, hogy ő azt csinálhassa, amit ő akar. Érted? Csak ezt úgy hívják, hogy elnyomás. Mert ugye a szociális viselkedésnek, működésnek az az alapja, hogy élni és élni hagyni. Nem az az alapja, hogy elnyomni másokat azért, hogy néhányan boldoguljanak. Hát most gondold végig, pár évvel ezelőtt néztem azt az adatot, egy hír volt, hogy bekerült, ugye ez a, milyen Lőrinc, mindig elfelejtem, Mészáros. Azért, mert nekem van egy másik Lőrinc ismerősöm, és egyszer mindig az jut eszembe, és nem ez a Mészáros Lőrinc. Igen, na most egy óriási hír volt, hogy bekerült az 1 millió dolláros körbe. Ez azt jelenti, hogy bekerült az első 1000 gazdag emberbe a bolygón. Érted? Az 1 milliárd dollárjával. Az ugye 400 milliárd forint. Csak hogy tisztázzuk ezt a kérdést.
De akkor még a forint erősebb volt a dollárhoz képest, és akkor még csak valami 200-300 forint környékén volt a dollár. 300 forint környékén. Tehát magyarul 300 milliárd forinttal benn volt az első 1000-ben a bolygón. Érted? Na most azóta a forint romlott. De ő nemrég meghaladta a 2 milliárd dollárt. Érted? Tehát mostanában haladta meg. Érted? És mikor érte el az 1 milliárd dollárt? Olyan 4 évvel ezelőtt. Érted? És azóta megduplázta úgy a vagyonát, hogy közben a forint csökkent. Ami azt jelenti, hogy már benne van az első 700-ba vagy 600-ba, valami ilyesmibe. Képzeld el. Na most, nem, ő egy stróman, hát ő egy stróman. Tehát az azt jelenti, hogy, gyakorlatilag ugye hogy lehet gazdagodni egy országban ilyen mértékben? Hát úgy, hogy az állami megrendeléseket ők végzik. És az állami támogatásokat ők nyerik el. Világos ez? Ezt simán meg lehet csinálni strómanokkal. Simán. Tehát ami azt jelenti, hogy hozhatnak akármilyen jogszabályokat, a strómanokkal meg lehet azt oldani, hogy mit tudom én, mondjuk őt tulajdonosa egy másik cégnek, amely tulajdonosa a tulajdonos egy másik cégnek, de ez mind stróman. És onnantól kezdve senki nem mondja meg, hogy bármilyen olyan közvetlen kapcsolat lenne, ami akadályozná ezeknek a megvalósítását. Érted? Tehát ez elég jó, tisztában vagyok, hogy hogy működnek ezek a dolgok, jó? Csak mert foglalkoztam ezeknek a tanulmányozásával még ezelőtt 20 évvel. Már foglalkoztam ilyen kérdéssel, 20 évvel. A stróman kérdésekkel. És lényeg az, hogy sőt több mint 20 évvel, 24 évvel. Tehát simán meg lehet csinálni. Tehát ami azt jelenti, hogy gondold végig, hogy hozhatnak akármilyen jogszabályt, hogy mit tudom én, milyen összeférhetetlenség van, eszembe jutott a szó, összeférhetetlenség van, mit tudom én, milyen állami sztendernél vagy, ugye állami pénz kiutalás egy munkára, ugye az az állami sztender, illetve megnézzük például azt, hogy mondjuk pályázni valamilyen munkára vagy összegre, és akár azt is meg lehet csinálni strómanokon keresztül, hogy mit tudom én, meg van határozva, hogy hány pályázónak kell mondjuk lennie, érted? És az ő strómanjai pályáznak, meg a stróman cégeinek a vezetői a strómanok, nyilván meg a tulajdonosai a strómanok pályáznak, érted? És itt most nem a Mészárosról van szó. Jó? Mert ő is egy stróman. Tehát ami azt jelenti, hogy simán meg lehet csinálni, nem vagytok ezzel tisztában, akkor innentől kezdve tisztában vagytok ezzel a kérdéssel. Jó? Tehát strómanokkal bármit meg lehet csinálni. Gondold végig, meg lehet csinálni úgy egy szerződést, hogy rá van írva, alá van írva minden, minden alá van írva. Csak hiányzik a dátum. És onnantól kezdve, ha bármi gáz van, már alá van írva, hogy vissza van vásárolva egy másik személy nevére a vállalkozás. Világos voltam? De hogy csalás? Ez teljesen törvényes. Teljesen törvényes. Ezt úgy hívják, hogy zsebszerződés. És akkor lép a zsebszerződés életbe, amikor netántán életbe kell lépni. Amikor baj van, így van.
Tehát ilyeneket simán megcsinálnak, érted? Ami azt jelenti, hogy az nem hivatalos, az sehol nincs beadva, az akkor van beadva, ha baj van. Abban a pillanatban már, mit tudom, a Stroman meghal, ne adj Isten, vagy a Stroman, mit tudom, elkezd okoskodni, így van, akkor fogják, és már megoldották ezt egy kérdést egy másik Stromannal. Érthető ez? Tehát nem is értem, hogy hogy nem tudjátok ezeket a dolgokat, hogy hogy működik. Tehát annyira, annyira egyszerű, ezek nem bonyolult dolgok. Tehát és annyira ki lehet játszani minden ilyen, hát az egész EU így működik, az egész EU. Hát gondold végig, hogy a Manóban lesznek olyan emberek az EU-ba, hát például mondtam én a Jettelt, azt egy cseh gazdag ember vette meg. Ugye az ugye nem Jettel volt, hanem Telenor, nem Pannon, Telenor. Hát a, de a Telenort vette meg. Tehát a Telenor egy ismert nemzetközi cég. És fogta egy cseh milliárdos, így megvette. Érted? És annyit csinált, hogy egy darabig még Telenor néven kellett futni a cégnek, és akkor szépen át, mit tudom én, egy vagy két évig, vagy hogy volt, hogy mennyi ideig kell Telenorként még működnie, és akkor utána pedig már olyan nevet ad, amilyet akar. És akkor szépen Jettel lett. Most gondold végig, mennyibe kerülhetett mondjuk egy Telenor eladása? Hát ott, ott biztos, hogy forint milliárdokról van szó. Érted? Tehát tuti. Hát azért mondom, hogy ott, és nem kevés milliárd. És fogta egy cseh gazdag ember, azt fogta, azt megvette, érted? Tehát nem a cseh állam, hanem egy cseh gazdag ember. Tehát nem csak nálunk van gazdagodás, mindenütt. Hát óriási korrupciós botrányok vannak az EU-n belül, csak próbálják eltusolni, és az a napi hírekben nincsenek benne. Természetesen, csak ilyen fű alatt tudja meg az ember ilyen háttérinformációként. Érted? Tehát az egész rendszer az úgy, ahogy van, korrupt. Beleértve a kormányokat, mert asszisztálnak ezekhez a dolgokhoz. Érted? Beleértve az EU-t. Hát úgy, ahogy van, az egész korrupt. Tehát a korrupcióról beszélnek bárhol az EU-ban, mármint egy adott országban. Hát annál nagyobb korrupció nem kell, mint ami az EU-ban van. Szóval érdekes világban élünk. Gondold végig, hova fajulna ez az egész? Hova fajulna? Tehát nem szorulna rá ez az emberiség egy fejlődésre? Tehát gondold végig, ez a fajta működés, amit csinálnak, ez mennyire etikus? Tehát azt gondolják, hogy ha másokat kizsákmányolnak, akkor annak nem lesz következménye. Saját magára nézve. Tehát saját magára nézve. Tehát amióta ugye tanultam az etikát, nem ilyen szinten, mint amit végül kaptam, és főleg azóta, mióta tanítom az etikát részletesen, annak az információ alapján is, amit tanultam is, meg amit kaptam is, elkezdtem figyelni, ez nem most volt, több mint 20 éve, érted? 22 éve. Azóta figyelem, hogy hogy működik ez az etika kérdés. Az egyénekre személyesen. Hát nyilván arra tudom figyelni, akiket ismerek. Közvetlenül vagy közvetve. Tehát valamennyire van rálátásom a működésükre. És minden dolog, ami negatívan érint valakit, amögött ott van valami etikai probléma. Tehát most gondold végig, az problémát okoz egy ember életében, hogy nem tesz negatív dolgokat,
tehát nem teszi meg, csak negatív a gondolata. Érted? És már annak, őrán nézve annak a negatív gondolatnak, tehát most nem magával kapcsolatos negatív a gondolat, azt ne érts félre, hanem másokkal kapcsolatosan, vagy mással kapcsolatban. Tehát kitalálja azt, hogy mit tudom én, hogy fog nyerészkedni másokon, de nem csinálja meg. Már ez a gondolat hatására elindul egy büntetés. Nem büntetés ez, ezt úgy hívják, hogy kompenzálás. Tehát ebben a világegyetemben minden kiegyenlítődik. Tehát olyan nincs, hogy nem a kiegyenlítődésre törekszik, tehát minden. Tehát ami azt jelenti, hogy bárki akár egy negatív gondolatot más irányába elindít, vagy mások irányába meg főleg, azonnal elindul, beindul a kompenzáció. A kompenzálás azt jelenti, hogy avval van kiegyenlítve, hogyha ő ezt visszakapja. Világos ez? Nem gondolatszinten, bármilyen szinten. Hát a problémák jöhetnek. Betegség, baleset, családi probléma, anyagi probléma szinten. És az illető szépen megkapja. Tehát nem cselekedett semmit, csak gondolt rá, hogy ezt kéne cselekedni. Érted? Tehát jó lenne, amikor végig gondolnád azt, hogy mikor azt gondolja valaki magáról, hogy ó, hát ő milyen fantasztikus jó ember, aha, és a gondolata is jó. Mert lehet, hogy tényleg nem tesz rosszat. De azt látod, hogy a gondolataik is jók az embereknek. Mert ugye miért nem tesz rosszat? Mert nincs annyi energiája, hogy rosszat tegyen. Mert ahhoz, hogy rosszat tegyen az ember, ahhoz is tenni kell. Világos az? Amit mondtam? Tehát tenni. Tehát azért nem tesz, csak gondol, mert már nincs annyi energiája, hogy cselekedjen. De ha lenne annyi energiája, hogy cselekedjen, akkor megtenné. Világos ez? És a legtöbb ember azért nem teszi meg azt a helytelen gondolatot a fizikai valóságban, ami létrejött a fejében, mint helytelen gondolat, mert egyszerűen nincs rá energiája. Tehát a helytelen cselekvésre is kell energia. Érthető ez? Na most gondolod, hogy a kiegyenlítődés törvénye alapján az ő helytelen gondolatának nem lesz következménye azért, mert nincs energiája arra, hogy cselekedjen? Hát akkor te nem ismered az életnek a működését, ha azt gondolod. Tehát az ember úgy kellene, hogy működjön, hogy azért van a gondolkodásunk, hogy mérlegeljünk. Tehát a maga gondolkodás az egy mérlegelés. Amikor az ember mérlegelés nélkül gondolkodik, akkor nem gondolkodik, hanem ösztönösen cselekszik. Jó? Maradjunk ennyibe. Az emberek azt gondolják, hogy ők képesek mérlegelés nélkül gondolkodni. Hát az csak látszat, hogy gondolkodsz. Tehát amikor valaki töprengőnek néz ki, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy gondolkodik. Szóval, amikor az ember gondolkodás nélkül hoz valamilyen döntést, az ösztön. Tehát amikor mérlegelünk, gondolkodunk. Tehát amikor gondolkodunk, mérlegelünk. És tudod, mit jelent a mérlegelés? Hogy megnézi az ember, hogy minek mekkora az esélye. Ez a mérlegelés. Érted? És ha azt mondja, hogy hát ennek nagy az esélye,
Mit jelent a nagy? Nagyobb, mint hogy nem fog megtörténni. Érted? Tehát ha annak nagyobb az esélye, hogy nem fog megtörténni, akkor az azt jelenti, hogy nagyobb százalék jön ki arra vonatkozóan, hogy nem fog megtörténni. Ezt tudod, mit jelent? Azt jelenti, hogy amikor az ember mérlegel és azt mondja, hogy hát ez valószínűleg meg fog történni, mert nagyobb az esélye, mint hogy nem, akkor azt mondja az ember, hogy én ezt nem teszem meg. Érted? Miért? Mert nem éri meg a következmények szempontjából. Érted? Ez jelenti a gondolkodás. Oké? És az etikai működésnek ez az alapja. Ez az alapja, hogy az ember gondolkodik, és azt mondja, hogy hát ezt nem szabad megtenni, mert ennek ez és ez lesz a következménye. Érted? De tudod, mit csinál a legtöbb ember? Nem mérlegel, hanem az érzelmeire hallgat, amely azt mondja, hogy tedd meg, meg kell tenned. Érted? Mert azzal neked jobb lesz, ha megteszed. Erre hallgat. És az emberek fogják, és megteszik. Érted? Hát most gondold végig, ott vannak a munkáltatók jó része, főleg a multi munkáltatók. Tehát a multi, ugye a multimilliárdos cégek. Bellévő dolgozók. Ott vannak az alkalmazottak, azok nincsenek kizsákmányolva. Mindenütt a világon, érted? Mindenütt a világon. Bár lehet, hogy mit tudom, éppen most hallottam reggel, hogy Katarban van kb. 200-300 ezer benszülött, tehát az az állampolgár, 200-300 ezer között van a katari állampolgárok száma. Az összes többi, aki Katarban él, még vagy 3 millió ember, az egyik se katari állampolgár. És ezek a katari állampolgárok, ezek kapnak olyan állami munkát, ahol kapnak állami fizetést, és csak olyan 20 órát kell érte dolgozniuk havonta, vagyis hetente. Érted? Tehát nem úgy kapnak fizetést, hogy, vagy segélyt, hogy nem kell dolgozni. Kell dolgozni, csak egy olyan 20 órát. És elég nagy összegeket kapnak. Tehát van ilyen, Dubajban is van ilyen, érted? Katarban is van ilyen. Kataron vagy Katar, mit tudom én, Katarban, Katar, mindegy. Ott, jó? Tehát most hogy úgy mondjuk, hogy Ron vagy Ban, most nekem mindegy. Jó? Tehát gondold végig, tehát van ilyen, de nem ez a jellemző. Tehát az a jellemző, hogy ahol az ember dolgozik, főleg, hát ha megnézed, hogyha állami alkalmazottak a katariak, akkor ott nincs kizsákmányolás. Tehát ami azt jelenti, nem kizsákmányolás, nem ezt akartam mondani, bocsánat, hanem nincs kapitalizmus, na ezt akartam mondani. Mert a kapitalizmusnak az a lényege, hogy magánszemélyek tulajdonában legyenek az eszközök, és a magánszemélyeknek dolgozzanak a szolgák, tehát az alkalmazottak. Ez a kapitalizmus lényege. Világos? Tehát ott, ahol állami alkalmazottak vannak, az nem kapitalizmus. A szocializmus azért volt szocializmus, mert állami alkalmazottak voltak az emberek. Világos ez? Tehát mondhatjuk, hogy Kataron szocializmus van. Világos ez? Mert nem engedik azt, hogy kapitalisták betegyék a lábukat, és azoknak az alkalmazottaik legyenek. Világos ez? Tehát ezt így nem mondták el a rádióban,
hogy ott szocializmus van, csak ez logikus okfejtés, ha megnézed, hogyha állami alkalmazott mindenki, akkor ez szocializmus, az nem kapitalizmus. Tehát a kapitalizmus pedig mindig arra épül, és épült, és ez nem tévhit, tehát ezt Marx és Engels jól megírta, tehát főleg Marx, ugye a tőkében, hogy a kapitalizmus az a kizsákmányolásra épül. Tehát az azt jelenti, hogy lehetőleg minél több haszonért dolgozzon egy alkalmazott, de ez a haszon a tulajdonoshoz vándoroljon be. Világos ez? Ez a lényege. Tehát Marx egy ilyen vastag könyvet írt róla, én egy mondatban elmondtam. Jó? Ez a lényege. Na most, tehát az azt jelenti, hogy mindenütt, ahol kapitalizmus van, ott mindenütt az van, hogy kizsákmányolják az embereket. De ahhoz, hogy egy ember kizsákmányoló legyen, ahhoz valahol, valamelyik generációban, mert ugye ezek a cégek öröklődnek. Tehát ugye a szülőről gyerekre, az is szülő lesz annak a gyerekére. És valahol az etikájukat tönkretették annak, aki tulajdonos lett. Világos? Ez lehet, hogy még az első kezdetben etikusan hozta létre a cégét, de tönkretették az etikáját, mert soha nem tanult etikát, csak látott etikát a szüleitől. És fogta, és ugye létrehozott egy céget, és vagy már ő, vagy az ő gyereke már nem etikusan kezdett el működni, hanem kizsákmányolóan kezdett el működni. És onnantól kezdve, hogy a generációban valamelyik tétszülő, ükszülő, akár üküknek az ükje, már elvesztette az etikáját, akkor nyilvánvaló, hogy a gyerekeknek sem lesz etikája. Világos ez? Mert ugye etikát kétféle helyről tudunk, nem, velünk született tulajdonság, de ha rossz a minta, vagy helytelen dolgokra tanítják a gyereket, akkor a gyerek etikája elvész. És ezáltal megy generációkon keresztül egy cég, akár több száz éven keresztül, és valahol elvette egyik az etikáját, kivette a vállalkozásból a saját etikáját, és onnantól kezdve végig etikátlanul működik, és a kizsákmányolásra épül. És gondold végig, hogy hogy lehet még kizsákmányolni. Tehát vannak olyan cégek, amely nagyon jól fizetnek. És gyakorlatilag látszatra nem sok haszonuk marad. Látszatra. Őket támogatják államilag általában. Állami pénzekből. De az állami pénzeket kik fizetik meg? Hát az adófizetők, persze. Tehát ugyanúgy kizsákmányolás. Érted? Tehát mikor egy vállalkozó azt mondja, hogy én a vállalkozásomat pályázatokból fejlesztettem, nem kizsákmányolásból, hát azokat a pályázatokat, a pályázat és a beérkezett pénzt, azt az állam fizette ki. És azt elvették az emberektől. Ez tök mindegy, hogy te vagy a kizsákmányoló közvetlenül, vagy közvetve, soha egyetlen egy forint pályázati díjat nem vettem föl. Nem is igényeltem. Soha. Mégis működik, ugye maga a Hunor Trade, az 96 óta. És annak ugye a társszége, a Tanoda 2000 Kft.,
az pedig 94 óta. Oké? Tehát lehet úgy is működtetni egy céget, elindítani egy céget, hogy hitel nélkül, támogatás nélkül. Tudjátok, hányszor kerestek meg bankok azzal, hogy adnának kölcsön? De pályázatírók is kerestek meg, hogy írnának pályázatot, hogy vegyek föl pályázatot. Mondtam, hogy felejtsétek el. Tehát egy olyan világban élünk, hogy gondold végig, hova fajul ez az egész? Tehát nincs szükség arra, hogy az etikát rendbe rakjuk az emberekben. Tehát ha bolygón minden ember etikusan élne, akkor már aranykor lenne. Érted? Tehát itt tudjátok, hogy lesz? Ez úgy lesz, hogy a fentiek gondoskodnak arról, hogy a nem etikus lények, emberi lények kikerüljenek az élők sorából. Nem azonnal, 2035-ig. Oké? Az etikus lények pedig bekerüljenek az aranykorba. Ennyi. Az etikus lény azt jelenti, hogy tisztázzuk, hogy megteszi, amit meg kell tennie, és nem teszi meg azt, amit nem kell megtennie. Érted? Tehát minden, ami az etika szabálynak a fejlődését alakítja, azt megteszi, és minden, ami etika ellenes, azt nem teszi meg. Oké? Ez ennyi. Hány hónapos volt? 4 hónapos volt az etika képzésünk. A jövő etika képzése az tuti hosszabb lesz. Mindegy, utólag is, visszamenőleg is meg lehet venni. Tehát állítom, és ez biztos vagyok benne, hogyha az emberek etikusan működnének, akkor ott, abban az országban, ahol az emberek etikusan működnek, ott abban az országban aranykor lenne. Azon a földrészen, ahol az emberek etikusan működnének, ott aranykor lenne. Ahol a bolygón az emberek etikusan működnének, ott aranykor lenne. Világos ez? Na most ahhoz, hogy az emberek etikusan működjenek, ahhoz ismerni kell az etikát, de nem csak azt, hanem még azért más dolgokat is. Tudod miért? Mert van egy olyan ott, hogy ösztön. És az ösztönödben vannak az etikátlanságok. Az ösztönödben, az ösztöneidben vannak az etikátlanságok. És amikor az ember nem gondolkodik, ezáltal hajlamossá válik az ösztönös, azaz az etikátlan cselekvésre. Érted? És ez pedig úgy működik, hogy elmefüggő, hogy éppen melyik agyféltekén működik. Hogy gondolkodunk, vagy éppen ösztönösek vagyunk. És a legtöbb ember az bizony ösztönös. És ugye egy ember miért ösztönös? Mert nem jó hangulatú, de miért nem jó hangulatú? Mert nincs olyan célja, aminek igazán van értelme. Érted? Tehát most gondold végig, annak mi értelme van, hogy mondjuk van egy jó autója, és akkor egy még jobb autót akar. Vagy van egy jó háza, és akkor még jobb házat akar. Vagy elment egy jó üdülésre, de még jobb üdülésre akar menni. Annak mi az értelme? Mesélj már erről nekem, majd valamikor, nem most, jó? Mert szívesen elvitatkozgatok vele erről a kérdésről. Minek? Minek? Mi az értelme? Tehát azt megnézzük, ezt se tudod micsoda? A fogyasztói társadalom hülye kiszolgálása, nem tudok mást mondani. Hogy te minél többet költsel, tehát olyan dolgok vannak,
érted, ami itt a világunkban, amit valahogy az emberek nem látnak át, és maguktól nem is fognak átlátni. Tehát kellenek nekem olyan társak, akik segítenek abban, hogy minél több ember átlássa a saját életét. Itt nem arról van szó, hogy más életét kell, hogy átlásd. Arról van szó, hogy a saját életedet átlásd. És ha elkezded átlátni a saját életedet, akkor rájössz arra, hogy atya világ, mennyi olyan ember van, amely valami baromi rosszul gondolja a saját életét. És attól, mert a többség rosszul gondolja a saját életét, attól még nem te vagy a hülye. Oké? Okay? Csak hogy tisztázzuk ezt a kérdést. És ha jobban megnézzük nem csak a nyugati társadalmat, hanem bármilyen más társadalmit itt a bolygón, azt tudni, hogy azok az emberek, akik valamilyen szinten vallásosak, azok, ha nem ilyen bigott, hanem normál vallásosak, akkor azoknak az etikájuk rendben, tehát jobban rendben van, mint az ateistáknak. Tehát ez tény. Drága ateisták, jó, ha tudjátok, hogy a vallásos emberek etikusabbak. Bár próbálják veletek elhitetni, mert azokat a példákat hozzák föl, ahol a fanatikus vallásosok vannak, akik ilyen-olyan terrorizmust, meg mit tudom én, miket csinálnak, érted? Meg gyilkolászást, és ezáltal elhiszed, hogy ateistaként, hogy a vallás az sokkal etikátlanabb, mint az ateizmus, de ha megnézed a legtöbb vallásos embert a Földön, átlagosan sokkal etikusabbak, mint az ateisták. És akkor nézzük tovább. De mégis az a probléma, hogy a vallásosak hót nem értik az élet és az ember működését. Halvány lila gőzük nincs róla. Egy álomvilágban élnek. De az álomvilágban sok mindent el lehet hitetni az emberekkel. De az ateisták is álomvilágban élnek, úgyhogy teljesen mindegy. Csak ez másfajta álomvilág. Tehát, hogyha az ember tisztában lenne a saját és más embertársai működésével, és az élet működésével, akkor egész más szemmel nézné a saját életét és más emberek életét. Ami annyit jelent, hogy egyszerűen tisztábban látná a dolgokat, sokkal. Ezt úgy hívják, hogy amikor valakinek elindul a rálátása a dolgokra, akkor az egy elindul a tisztán látása. Tehát a tisztán látásnak az az előnye, hogy egyre tisztábban lát az ember, hogy egyre kevésbé tudnak manipulálni, egyre kevésbé tudnak elhitetni veled olyan dolgokat, ami nem is igaz. Tehát mondom még egyszer, a tisztán látás az nem egy ilyen, hogy egyik napról a másikra az ember tisztánlátó lesz, hanem az egy fokozatosság. Tehát átmegy az ember kezdő tisztánlátóba, és akkor ez fokozódik. És minél tisztábban látó az ember, annál jobban átlátja a hazugságokat. Érted? És annál jobban törekszik az igazságra. De az igazság meg a hazugság az nem nézőpont kérdése, és nem relatív. Oké? Hanem az igazságoknak
univerzumi alapjai vannak. Tehát a valódi igazságoknak univerzumi alapjai vannak. Tehát törvény, univerzumi törvényi alapjai vannak. Érted? Tehát ahogy az univerzum működik, az az alapja. Jó? Tehát, és nem nézőpont kérdése az igazság. Mert sokan azt gondolják, hogy az igazság az, az relatív, az nézőpont kérdése. Nagy tévedés. No, hát ennyi fért bele a mai estébe, és mindenkinek javaslom, aki nézi majd ezt a videót, vagy most nézte, hogy jöjjön tanulni. Felesleges keresgélni más tanítót, aki közel annyi tudással rendelkezik az élet és az ember működésével, mint én. Ha bármivel nem értesz egyet, bocs, de talált. Az azt jelenti, hogy rád vonatkozik, jó? Ugyanis az egód tiltakozik, és az egód miatt nem értesz egyet. Tehát, ha találtál olyat, amivel nem értesz egyet, akkor is nézd meg, hogy az mérlegelj. Hány százalékot foglalt el abból, amivel egyetértesz? És ha úgy látod, hogy a többségével nem értesz egyet, mint amivel egyetértesz, akkor köszönöm szépen, nem kérünk belőled. Oké? Nyugodtan legyél nem egyetértő. Máshol. De ha az úgy ítéled meg, hogy ez az egyet nem értés, az elenyésző az egyetértéshez képest, akkor várunk szeretettel. Most még nagyon kedvezményes akciós tandíja, amit még ugye fönn tudunk neked tartani. Még akkor is, amikor hamarosan áremelésünk lesz, fönn tudunk neked tartani hosszú-hosszú hónapokon keresztül magát a kedvezményes tandíjat. És annyit tudok mondani, hogyha felmész, illetve mutatni, hogyha felmész a weboldalunkra, mindjárt egy pillanat, mutatom, és belépsz ugye a weboldalunkra a saját felhasználói számoddal, és a saját jelszavaddal természetesen, ha telefonnal lépsz be, akkor ez így fog kinézni. Az emberként keresztül lépsz be. Jó? És akkor ezt fogod látni a telefonon keresztül. Ha számítógéppel lépsz be, akkor pedig ki lesz írva, hogy belépés, de rákattintasz, beírod ide a felhasználói számodat, ide a jelszavadat, elmented, belépsz, és itt vannak a képzéseink, és itt van a tandíj és átutalási információk. És itt részletesen le van írva, hogy milyen akció van most, mennyibe kerül a tandíj, hogy tudod átutalni az összegeket, illetve ugye az első havi tandíjat, vagy akár több havi tandíjat is. Jó? Hiszen ha valaki ugye az áremelést követően továbbra is tandíjfizetésben van, úgy értve, hogy előre befizette akár hónapokra, akkor az ő rá nem vonatkozik az áremelés addig, míg a tandíja érvényes. Jó, tehát itt lehet külföldről tanulni, külföldről tandíjat fizetni. Ugye itt vannak a bankszámláink, kártyával még nem, de hamarosan azt is lehet. Jövőre már azt is megcsináljuk itt az évelején valamikor. Akkor ugye ha valaki külföldről fizet, akkor a legkedvezményesebb talán a Wise
Bison keresztüli utalás, bár már Evolutunk is van, csak az még nincs föltüntetve. Sőt, lassan PayPalunk is lesz. Úgyhogy lehet majd többféle módon fizetni a jövőbe. Na szóval, de van eurós bankszámlánk is természetesen. Forintos bankszámlánk is ott van, hogy mennyi a forint, mennyi a forintos tandíj, mennyi az eurós tandíj. Jó? Nézzetek itt körül, ide be tudsz lépni, ha fölmész az oldalra. Vagy ha gondod van a felmenetellel, vagy bárminek a megtalálásával, hiszen azért itt vannak bőven menüpontok, ha megnézed. Jó, tehát itt van jócskán, van amihez persze nem érsz, nem férsz hozzá addig, míg nem vagy tanuló, természetesen például a fizetős képzésekhez, meg a felvételekhez sem férsz hozzá, csak akkor, ha már tanuló vagy. Jó, tehát várunk szeretettel, itt egy közösségünk van, ahol egyre etikusabb emberek teszik a dolgukat az életükben. És várjuk szeretettel az etikussá válni szeretnék olyan embereket, akik szeretnének etikussá válni. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok!